Köszöntelek benneteket, aki nem ismerne, Ölvedi Viktória vagyok. 15 éve dolgozom esküvők szervezésével, és sok minden ügy okán eljött az a pillanat, amikor egy picit szeretnék váltani. Maradok az esküvőzésnél, viszont a tapasztalataimat, a tudásomat szeretném nektek úgy továbbadni, hogy egy hármas csomag keretében, gyakorlatilag olyan csúnya szóval élve 3-1-ben, szeretném azokat a párokat megkeresni, akiknek én a ceremóniamesterük, szebb szóval élve a gazdasszonyuk, az esküvők gazdasszonya lehetnék, egyben a szertartás vezetőjük, és ha szeretnék, akkor az egész esküvőjük megszervezésében segítkeznék. Tehát egy esküvőszervező, ceremóniamester és szertartás vezető egyben, amit én képviselnék a 2019-es évben. Emellett a Viktória fogadó folyamatosan üzemelne, de mégis lehetőséget kapnának olyan párok, akiknek nem itt van a Viktória fogadóban az esküvőjük, hanem bárhol Magyarországon. Lehetőséget kapnának arra, hogy én elmennék, most jelen pillanatban is van egy ilyen pár, aki a hétvégén felkeresett, és én el fogok utazni Marcaliba az ő esküvőjükre, és az ottani rendezvény helyszínen kihozom az ő esküvőjükből a maximumot, képviselem őket, az ő családjuk gondolatait, hagyományait, érzelmeiket, és ezt fogom majd a NASZ nép felé átadni. Egy gyönyörű szertartást fogok levezetni, és mint ceremóniamester részt veszek a nagy napon. Alapvetően, mint minden, amit én eddig képviselek, az egy megfizethető középút volt eddig is. A minőséget és nem a mennyiséget szeretném ezzel megcélozni. A 100.000 forint az a díj, amit első körben láthatatlanban, hogy nem ismerem az ifjú párnak a nagy napját, a levezetésnek a menetét, hogy hova kell utazni, de nagyjából egy nagyságrendileg egy 100.000 forintot képvisel az, hogy a nagynapjukat levezettem, mint ceremóniamester. Egyébként a ceremóniamesterkedés és a vőfékedés között félúton van az, amit én szeretek képviselni, tehát lehetnek benne népies elemek, egy kikérő, egy búcsúztató. És emellett levezetem a polgári szertartásukat. Miért fontos az, hogy valaki polgári szertartást is le tudjon vezetni, akár nappal, akár éjszaka, hiszen vannak olyan helyszínek, ahova hivatalosan nem mehet ki anyakönyvvezető, vagy lehet, hogy már hivatali időn kívül van ez a polgári szertartás, ilyenkor lép életben egy szertartás vezető. Nagyon szeretem azt, hogyha egyedileg az ifjú pár kívánságai alapján van összeállítva a szertartásnak a menete. És ez a két dolog képvisel alapvetően 100.000 forintot, és azt, hogy én segítek az ő nagynapjuk levezetésében, ennek a költsége már egy megbeszélés tárgyát képezi. Semmiféleképp nem kell sem milliós, sem százeres nagyságrendű költségekről beszélni. Nem az a célom ezzel, hogy egy nagy summát kebelezzek be, abszolút, hanem nekem céljemként sokkal jobb az, hogyha tudok a dolgokról, picit belelátok a dolgok hátterében, és segítek megszervezni, mert ha az ifjú pár kiegyensúlyozott és vidám azon a nagy napon, akkor az én munkám is könnyebb, úgyhogy nem mondom, hogy grátis, de alapvetően egy minimális költség elérésével azt gondolom, hogy egy kézben van az esküvőjük, nem ők idegeskedik végig azt az egy évet, és nagyon kevés párral szeretnék foglalkozni, mert szeretném azt, hogy maximálisan oda tudjak rájuk figyelni, és a nagy napon csak értük lélegezzek én is.